Paks adott otthont idén a megyenapnak, amelyen Süli János miniszter beszélt arról, hogy a Paks 2 projekt lehetőség a térség számára, hogy megerősítse gazdaságát, növelje megtartó erejét, hiszen a közeljövőben több ezer új munkahely létesül. A szakemberek elszállásolásáról, ellátásáról gondoskodni kell. Ebben a munkában számítanak a magyar vállalkozókra, a térségben élőkre. Vegyünk együtt részt az évszázad hazai beruházásában, azért, hogy klímabarát, biztonságos, olcsó villamos energiát biztosíthassunk a hazai lakosságnak és a gazdaságnak. Ez a beruházás nem csak a következő generációk ellátás biztonságát garantálja, nem csak a klímacélok elérését szolgálja, hanem gazdaság élénkítő szereppel is bír. A kormány célja, hogy 2030-ra 90 ban klíma semlegessé váljon az energiatermelés, ennek eszköze a napenergiaparkok építése és a minél modernebb energiatárolási rendszerek kiépítése mellett a két új atomerőművi blokk megépítése, hiszen az atomerőművek széndiokszid kibocsátás mentesen termelnek villamos energiát. A két új atomerőművi blokk fogja továbbvinni a jelenlegi blokkok szerepét, és évtizedeken keresztül a hazai energiatermelés bázisa lesz. A Paks II projekt előre fontos áll a Paksi beruházásért felelős miniszter mellett a Paks 2 atomerőmű ZRT vezetői is számos fórumon ismertették az elmúlt hetekben, így a térségben élők széles körben értesülhettek arról, hogy elkészült az építkezés számára áramot biztosító transformátorállomás, elkezdődött a felvonulási területen a beruházást kiszolgáló épületek kivitelezése, jelentős lépések történtek a szakember utánpótlás terén, és zajlik a létesítési engedélykérelem műszaki dokumentációjának összeállítása.